2010. október, amikor fölállt a NAV-nak az új rendszere, és akkor rögtön rendezkedés lett az új vezetés részéről, megszüntettek osztályokat azon a területen, akik a láncolatos vizsgálatokat vizsgálták. A határokon átnyúló áfa csalásokat jelenti ez tulajdonképpen, akik ilyenbe vesznek részt, a láncolatokban ugye részt vesznek magyar cégek, meg ugye ezeknek vannak külföldi partnere is. És akkor erről a területről átkerültek a kiemelt adózók igazgatóságára, erre a szakterületre kollégák, akik meglepődve tapasztalták azt, hogy kiutalás előtti ellenőrzések ezeknél a kiemelt adózóknál nincsenek. Amikor ezt én először hallottam, meg és jó néhány kollégának elmondtam, akik nem ezen a területen dolgoztunk, nem is akartuk elhinni. Aztán amikor körülbelül egy olyan fél év múlva én is oda kerültem erre a területre, illetőleg én nem ezen a területen voltam, hanem koordinációs tevékenységet végeztem a régióban, akkor megdöbbenve tapasztaltam, hogy ez valóban így volt. Ez azt jelenti, azért nagyon fontos ez a történet, mert ezek az úgynevezett láncolatos áfacsalások, ezek szinte minden esetben a multinacionális vagy a nagy magyar cégeknél végződnek, ezeknél az exportőröknél vagy a kiskereskedelmi láncoknál. Annak ellenére, hogy minden egyes szereplőit ennek a láncolatnak adóvizsgálat keretében néznie kell az adóhivatalnak, itt egy ilyen gát volt ebben a tekintetben, és akik eljutottak a láncolatban addig, azok nem mehettek itt tovább, mert az a szervezeti egység, aki felügyelte ezeket az adózókat, az nem engedte a vizsgálatokat tulajdonképpen. Egy sajátos filozófiát alakítottak ki. A NAV-osok, a NAV-on belül az a szervezeti egység terjesztette ezt, aminek a felügyelete alá tartoztak ezek az úgymond kiemelt adózók, hogy ezek eleve jogkövetőek, és azért is nem érdemes vizsgálatot lefolytatni náluk, mert nagyon bonyolult és hosszadalmas ennek a vizsgálatnak a lefolytatása, és egyébként is olyan ügyvédek, meg adótanácsadók védik őket, akikkel szemben az adóhivatalnak nem nagyon van esélye. A Big Four-ról tudni kell, ugye ezek Magyarország, illetve a világ legnagyobb adótanácsadó és könyvvizsgáló cégei. Magyarországon gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy általánosnak tekinthető, hogy csak ezek a cégek képviseletik akár az adóigazgatási eljárásban, akár könyvvizsgálóként ugye a multinacionális, meg a nagy magyar cégek. Ezek ugye a Pricewaterhouse, az Ernst & Young, a KPMG, meg a Deloitte. És akkor, amikor láttam, hogy ugye tudtam, hogy valami nem stimmel itt ebbe az egész, mert tudatosan nem lehet hozzáférni adóeljárási szempontból ezekhez az adózókhoz, akkor megnéztem, hogy az elmúlt években hogy alakult ezeknek az adói államtitkároknak, vagy helyettes államtitkároknak éppen mikor, milyen pozícióban voltak a sorsa. Kiderült, hogy most visszamegyünk innen, akkor az elmúlt 10 évben azt lehet mondani, hogy akár az adóügyi területen, akár a Nemzetgazdasági Minisztériumban, korábban a Pénzügyminisztériumban egész pénzügyminiszteri szintig bezárólag, csak olyanok tölthettek be magas pozíciót, akik előtte megkapták, úgymondom, megkapták itt a kiképzést, tehát itt töltöttek el éveket legalább ezeknél, ennél a négy nagy adótanácsadó cégnél, illetőleg, ami nagyon érdekes volt, hogy visszafelé is működött ez az egész, mert amikor befejeztek mondjuk pénzügyminiszteri tevékenységüket, László Csaba, Oszkó Péter például, akkor vagy Oszkó Péter azonnal jött, de László Csaba például visszament ugye a területre, a KPMG-hez például, aki szintén pénzügyminiszter volt. Az abszolút nem baj, hogy ők akár tanácsadói szinten is ott vannak az államigazgatásban, de inkább azt mondom, hogy lobby tevékenységet folytatnak. Tehát nem az a baj, hogy ők részt vesznek, nem az a baj, hogy esetleg ellátnak magas pozíciókat a Nemzetgazdasági Minisztériumban, hanem az, hogyha túlsúlyban vannak a véleményük, vagy az akaratuk az mindenki másnál előbbre való, sőt, be sem engednek mást reform folyamatokban mondhatjuk is. És azt jelenti, hogy ez a lobby tevékenység, ez megjelenik nyilvánvalóan a törvényhozásban, és amikor ezt tapasztaltuk évek során egyébként a hivatalban, hogy olyan változtatások voltak, amik megnehezítették pont azokon cégekhez történő hozzáférést, akikről itt beszéltünk.
Aki nagyon akadékoskodott ezzel kapcsolatban, illetve fölhívta a figyelmet, az vagy nincs már a hivatalnál, vagy nagyon keményen elbántam fele a hivatalon belül. Az egyik ilyen ügy egyébként napvilágra is került korábban egy bírósági tárgyalás kapcsán, de hagyd mondjam meg egy érdekeset, nem sokkal azelőtt volt ez, mielőtt kijöttem volna a hivatalból, és ugye én végeztem azt a feladatot az élelmiszer kereskedőkkel kapcsolatban, hogy ugye milyen vizsgálatokat lehetne lefolytatni ilyen láncolatos áfacsalások kapcsán. És akkor az egyik kollégához elmentem az egyik megyei igazgatóságon, és akkor próbáltam tőle információkat kérni, és azt láttam, hogy ugye az asztalán hegyekbe álltak az iratok, lent a földön is mindenhol, a szekrényekbe se tudtam már elzárni az iratokat. Élelmiszerkereskedelmi cégekkel foglalkozott főleg, és azt mondta, hogy András, annyira reménytelennek érzem a munkámat, mert az az áru, ami ezeknél a cégeknél van, mind a kiskereskedelmi láncokban megy be, és ezeket a láncokat nem lehet ellenőrizni. És ez nem egy egyedi megszólalás volt ebbe a történetben, hanem ezt mindenki tudta a hivatalon belül. Emlékeztethetnék még egy olyan kis megbeszélésre, ami még 2011 végén volt az adóhivatalban, a központi hivatalban volt egy megbeszélés, és akkor már rámutattam, főleg én, ugye, mert az én, hogy mondjam, kapirgálásom következménye volt, hogy a gabona kereskedelmi területen kibuktak ezek az óriási fiktív számlázási hálózatok, aminek a tetején multinacionális cégek voltak, és akkor ott a nagy plénum előtt, több vezető előtt, magas szintű vezetők előtt, a bűnügyi igazgatóság képviselője előtt egy vezető a kiemelt adózók főigazgatóságáról azt mondta, hogy úgysem fogunk elrendelni vizsgálatot ezekről a cégekről. A megbeszélés tárgya az volt, hogy ezek a cégek mélyen érintettek, és meg kell nézni a felelősségüket, hogy meddig terjed ebben az egészben. És ott kijelentette mindenki előtt, hogy úgysem fogunk vizsgálatot elvégezni. Adj 1%-ot az átlátszónak, hogy megtudd, mire megy el az adót 99%-a.